Sziasztok, kedves YouTube-os nézőközönségeim! Azért jelentkezek most be, hogy megosszam veletek a mai tapasztalatomat, ami abból adódik, hogy megint megpróbáltam egy vlogot csinálni motorozás közben vele. Szóval ő egy Sony ECM CS3. Másnak a videójában már volt szó róla, hogy ők ezzel a motyóval vesznek föl hangot. És nem tudom már mire gyanakodjak, mert szét van torzítva az egész. Amikor az autópályán megyek 100 fölötti tempóval, akkor meg főleg, de mivel az utcán is szoktam gyorsabban menni, ezért ott is szét torzít az egész. Úgyhogy fogunk most csinálni egy ilyen do it yourself, csináld magad videót, amiben, tehát mint láthatjátok, erre a mikrofonra már rá van húzva két darab szivacsos windscreennek hívják, azaz szélfogó. Na már most megmutatom nektek, hogy ma mit vásároltam. Őt most egy kicsit félre rakjuk, ide lehelyezzük, ne hagyjuk ott. Na szóval, ezt nézzétek, mit vettem. Vettem halott macska anyagot. Szóval ebből az anyagból sikerült vásároljak. Ennyit. Hát ebből még egy tök király kis sálat is össze lehetne csinálni. Csak kirázom belőle a cuccokat, mert ahogy láthatjátok, itt szál, ahogy el lett vágva. Ezt jó nagy mocskot csináltam itt a parkba, de majd elfújja a szél. Szóval, mit vettem még? Ez volt 8,5 dollár. Tehát ő 8,5 dollár volt. Aztán a projektünkhöz még vásároltam az úgynevezett zip tie-t, kis pici mini gyorskötözőket. Vásároltam egy varró szettet. Ezeket az 1 dolláros boltba vettem. Tehát ez volt 8,5 dollár a Röltexbe, amit itt Joe N-nek hívnak, ez volt a reklám helye, én ezért nem kapok semmiféle pénzt. Ez volt 1 dollár a varrókészlet, a gyorskötöző, az is 1 dollár volt. A híres nevezetes kacsatép, nem duct tape, ezzel szokták a filmekben a gurulószékhez kikötni a delikvenseket. Aztán vásároltam még egy kis ragasztót, a Crazy Glue. Ezek mellett itt van nálam az ollóm. Ez elektromos villanyszerelőknek az ollója. Tehát nagyon jól tud vágni drótot. Valószínű, hogy ezzel is meg fog birkózni. Úgyhogy most ebből az anyagból le fogunk vágni valamekkorát. És valahogy őt betekerjük vele. Mivel most dolgozok és munkaidőben vagyok, és becsipogott a telefonom, tehát mennem kell, ezért most nem tudom ezt a kézműves szakkört befejezni. Úgyhogy legyetek résen, mert a következő videóban, ennek a második részében láthatjátok, hogy hogy fogok szerencsétlenkedni, amíg ezt megcsinálom. Imádok ilyenekkel bíbelődni, nincsen jobb dolgom. De lenne. Ó, mivel a motoros videót nem sikerült fölrakjam, ezért sajnálatos hírt kell közöljek veletek. Valószínű, hogy 3 hétig nem lesz motorom. Leadtam a biciklit a szerelőemberkének, aki ezt így munka mellett fogja majd nekem megcsinálni. Tehát eddig ott tartunk, hogy lesz egy szelepállítás rajta. A teleszkópnak a szimeringei ki lesznek cserélve. Úgy néz ki, hogy kapni fog két új gumit. Most várom a emberkének a e-mailjét, mert megkeresi azt, hogy ő milyen gumikat használt. Ezek ilyen, hát ilyen 60% terep, 40% utca, ami nekem pont fordítva kéne, de az meg nem jó semmire.
ő ezekkel a gumikkal, meg a BMW-vel, Philip, GS, GS 1200, ő ezzel megjárta a Baja Kaliforniát, amiről azt kell tudni, hogy ott végig terepen homokba mész. Tehát, hogyha az a gumi levizsgázott a Bahán, akkor szerintem nekem bőven jó lesz. Mert már kinéztem egy pár olyan sivatagi utat, ösvényt, ahol nagyon jó videókat lehetne készíteni. Addigra szeretném összerakni a mikrofon setupot, a motor megkapja a nagy szervizt, olajcsere, légszűrő, gyertya, meg még ilyeneket is. Tehát a következő 15 000 mérföldbe tökéletesen fog szuperálni. Úgyhogy legyetek résen. Ezeket most visszapakolom ebbe az acskóba. És... sziasztok!